Épül a Békés Csaba kondoros szakasz. A koronavírus ellenére töretlen a munkavégzés az M44-es gyorsforgalmi úton. Túl vannak a tavaszi vetéseken a gazdák, az időjárás kedvez az idei termésnek. Múzeumoz otthonról. Online tárlat a Munkácsy Mihály Múzeumban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a kormány elindította a gazdasági akcióterv második szakaszát. A kormányfő 5 programról beszélt, melyhez számos további alprogram tartozik. A miniszterelnök felsorolásában a munkahely megőrzést és munkahelyteremtést, a gazdasági ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozását, valamint a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítését említette. Orbán Viktor bejelentésében kiemelte, hogy a legfontosabb a munkahelyek megmentése és megteremtése, de a kormány a nyugdíjasokról sem feledkezhet meg, a koronavírus járvány ugyanis elsődlegesen őket veszélyezteti. A jó idő beálltával egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás előírásait, tájékoztatott Kis Róbert rendőr alezredes az operatív törzs hétfő délelőtt is tájékoztatóján. Az ügyeleti központ munkatársa hozzátette, a szombatihoz képest vasárnapra megduplázódott a rendőri intézkedések száma, főleg a fővárosban azért, mert a lakosság nem tartja be az előírt magatartási szabályokat. Mint mondta, ezért hétfőtől a rendőrség célzottan és visszatérően ellenőrzi majd azokat a helyszíneket, ahol a hétvégén ilyen probléma felmerült. Az országos tisztifőorvos ismertette, hogy az elmúlt 24 órában 11 fővel 744 személyre nőtt a koronavírussal igazolt fertőzöttek száma, és újabb 4 idősebb, krónikus betegségben szenvedő magyar állampolgár hunyt el. Növekedett a gyógyultak száma is, ők 67-en vannak, mondta Müller Cecília. További örömteli hírnek nevezte azt is, hogy az elmúlt napon 2 beteg került le a lélegeztetőgépről, akiknek javul az állapotuk. A koronavírus járvány ellenére jelenleg zökkenőmentesen halad az M44-es gyorsforgalmi út Békés Csaba és Kondoros közötti 17,6 kilométeres szakaszának kivitelezése, tájékoztatott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője. A fejlesztést 41,4 milliárd forintból hajtják végre. Az M44-es gyorsforgalmi út Békés Csaba Kondoros szakasza 3 részre bontható, fejtette ki a NIV ZRT sajtószóvivője. Kis Boglárka elmondta, a Tiszakürt Kondoros részre rácsatlakozó 1,5 kilométeres út már elkészült. Hozzátette, a legnagyobb 16 kilométeres szakaszon az út már megkapta az első szilárd réteget, a kivitelező jelenleg 75%-os készültségről számolt be. A Békéscsabai végcsomópontnál a munkák szintén a befejezéshez közelednek. Ott most készen van a betonpályának a burkolata, már prizmákat, elválasztó elemeket, patkákat és a közvilágítást építik ki a munkások. A befejezési határidő 2020. június. Kis Boglárka azt is elmondta, hogy a szakasz harmadik részén, amely a Fürjesi csomópontot jelenti, jelen pillanatban a töltésépítés van folyamatban, illetve a kapcsolódó felüljáró szerkezet építése zajlik. A térség országgyűlési képviselője a 7.tv aktuális című műsorában kiemelte, a kihirdetett veszélyhelyzet egyenlőre nem befolyásolja a munkavégzést a Békés Csaba Kondoros szakaszon. A kivitelezés, az építkezés jelen pillanatban is folytatódik. Tehát erre a kérdésre az a válasz, hogy a mostani remények szerint, hogyha nem lesz rosszabb a helyzet, ugye egészségi szempontból, és a beszállítók is tudnak teljesíteni, az anyagok érkeznek, és tud haladni a munka, akkor jelen állás szerint, még egyszer mondom, jelen pillanatban nincs okunk feltételezni, hogy csúszást szenved ez a valóban számunkra nagyon fontos beruházás. Az M44-es gyorsforgalmi út Békés Csabától távolabb eső részén a lakitelek Tiszakürt szakaszon is gőzerővel dolgoznak a munkagépek. Ott jelenleg a főpályán a töltésépítés és az átereszek építése a végéhez közeledik, tájékoztatott a NIF sajtószóvivője.
Hétfőtől ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a békéscsabai helyi autóbuszjáratokon, jelentette be a város polgármestere közösségi oldalán. Szarvas Péter kiemelte, hogy a határozatot a mindennapi áldozatos munka elismeréseként és annak támogatása érdekében hozta. A városvezető hozzátette, hogy a kezdeményezésről írásban tájékoztatta a Volánbusz ZRT-t is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium március 28-i rendelkezése szerint az egészségügyi dolgozók a MÁV-start, a Volánbusz és más helyközi autóbuszos szolgáltatók járatait is ingyenesen használhatják. A kormány újabb döntést hozott a járvány lassítása érdekében. Hétfőtől az egész országban ingyenes a parkolás, jelentette be Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor kiemelte, az a cél, hogy aki tud, inkább autóval járjon és ne használja a tömegközlekedést. Most ért véget a kormányülése, döntöttünk, holnaptól ingyenes a közterületi parkolás. Ezzel is a járvány elleni védekezés hatékonyságát segítjük. Közösségi oldalán jelentette be vasárnap Magyarország miniszterelnöke azt, hogy hétfőtől ingyenes a parkolás az ország közterületein. Orbán Viktor hangsúlyozta, a koronavírus járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját. Emiatt indokolt a közterületi parkolási díjak megszüntetése, tette hozzá a miniszterelnök. A megkérdezett békéscsabai lakosok többsége örült annak, hogy ingyenesen parkolhat a közterületeken. Sokszor járok autóval, nekem ez így tök jó, hogy ingyenesen parkolhatok. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a kocsival, tehát bárhova le lehet parkolni, és nagyon gyorsan el lehet intézni. A dolgokat gondolom azért lett ez azért, hogy minél gyorsabban, praktikusan intézel a dolgot, aztán menjél haza és maradj otthon. A vasárnap megjelent rendelet határozatlan időre szól, tehát visszavonásig nem kell fizetni a közterületen való parkolásért. Elkezdődtek a tavaszi munkák a földeken. A Békés-megyei gazdák szerint a márciusi időjárás optimális volt, így bizakodóak, elmondások szerint idén jó gabona termés várható. Ideális volt az időjárás a búza és a repce számára, így minden esély megvan arra, hogy idén jó termés legyen, fogalmazott az egyik Békés-megyei gazdálkodó. Bozó József elmondta, elindult a napraforgó vetése is, ami a megyében rendszerint március végére, április elejére esik. Kiemelte, hogy a búzára fokozottan odafigyelnek, ugyanis tavaly az aszályos időjárás nagyon kedvezőtlen volt a kalászos növény számára. A búza, árpa, repcék nagyon szépen áttereltek, tehát ott időben, február végén megkapták a tápanyagot, ami szükséges, növényvédelem is. Ugye a búzánál az előző évvel kapcsolatban most már azért óvatosak vagyunk, és ahányszor csak tudjuk, figyeljük, és gombaölőszerrel kezelni kell. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés-megyei szervezetének alelnöke elmondta, a gazdák már elvégezték a talaj előkészítési munkálatokat, a fejtrágyázást és a gyomírtást, a bátrabb gazdák pedig már a kukoricát is elvetették. Minden év más. Na most annyit lehet látni, hogy hasonló, kísértetiesen tavalyi évhez, ahol amikor talajvíz telítettség deficittel indult a év, most is ugyanezt látom. Orvec Tamás kiemelte, hogy a koronavírus járvány a termelést nem befolyásolja, azonban a piacra és az eladásra negatív hatással lehet. A gazdálkodók két fő problémája jelenleg az, hogy nem tudják, mikor érkezik csapadék, valamint az sem, hogy meddig tart a járvány. Megérkezett a tavasz, ezzel együtt pedig lassan visszatérnek hazánkba a költöző madarak is. Márciusban érkezett meg Békéscsabára az első fehérgólya, áprilistól pedig a fecskéket köszönhetjük majd újra megyénkben. Az első békéscsabai gólyák egyike a Kölcsei utcai óvoda mellett lévő fészekbe tért vissza. Forgatásunk idején azonban éppen élelemért ment, így nem tudtuk lencse végre kapni. Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember szerint
Általában augusztus 20-a körül repül el az utolsó gólya, és márciusban pedig a legtöbb madár visszatér. Ennek időpontja függ az időjárástól, és attól, hogy milyen messze repültek el. Mindenféleképpen az a feltétel, hogy táplálékot találjanak. A vándorútnak a távolsága is nagyjából ettől függ, hogyha elkapnak egy jó sáskajárásos időszakot Afrikában, akkor ezt kihasználva akár ezekkel a rovarokkal délebre is elhúzódhatnak, és hát ugye azt is tudjuk, hogy a gólyának a vízre is szüksége van, hát minden állatnak szüksége van erre. A Nílus völgye az, ami megvezeti ezeket a gólyacsapatokat, azon tudnak az egyenlítőtől is délebre haladni. A természetvédelmi szakember hozzátette, a gólyákat követően áprilisban a fecskék érkeznek majd haza. Azonban a jelenlegi, sokszor hűvös időjárás miatt ez az időpont eltolódhat. Boldog Gusztáv elmondta, évről évre egyre kevesebb gólya tér vissza a megyébe. Ennek az az oka, hogy a településeket körülvevő, pihenőhelyben és táplálékban gazdag területek mérete folyamatosan csökken. A Hét.tv híradóját Gyemendi Réka tudósította. Kultúrával folytatjuk. A Munkácsy Mihály Múzeum ugyan jelenleg zárva tart, de azon dolgozik, hogy továbbra is színvonalas és érdekes programokat kínáljon az érdeklődőknek. Az intézmény otthonról elérhető online tartalmak megosztásával segíti a távoktatásra átállt közoktatást és a kultúra közvetítést. A Munkácsy Mihály Múzeum hivatalos oldalán online kiállításokat lehet megtekinteni. Az intézmény honlapján többek között meg lehet nézni Balázs Irén, a Magyar Textil Békéscsabáról indult stílusteremtő művész egyéniségének életművét is. A múzeológusok eközben otthonról, home office-ban dolgoznak, és készítenek különböző írásokat, tanulmányokat és tudományos kutatásokat. A terveink szerint között szerepel az, hogy online módon majd be fogjuk mutatni ezt a kiállítást, egy ilyen virtuális kiállításba fogunk belépni tulajdonképpen, meg fogjuk nézni ezt az egész kiállítást, hogy akik nem tudnak eljönni a múzeumba, azok is lássák ezt a kiállítást. A művészettörténészek eddig a múzeumban még nem látott fotókat tesznek közzé a legnépszerűbb közösségi oldalon, amelyeket történelmi háttéranyagokkal egészítenek ki. A kulisszák mögött jelenleg is zajlik a szakmai munka. A restaurátor és régészet szakágak munkatársai a napokban az M44-es lelőhelyek cserepeinek válogatását, ragasztását és mosását végzik. Sok munkája fekszik abban a múzeumoknak, hogy tudatosítsa az érdeklődőkben azt, hogy a múzeum pedagógia nem csak a gyermek vagy a diák közönséget célozza meg. A múzeum pedagógiáról azt tudjuk mondani, hogy talán ez a 3-tól 96 vagy 106 éves korig bárkit szívesen látunk. A múzeum saját oldalán Ritók Lajos, nagyváradi születésű grafikus, festő és szobrászművész tárlatát és a békéscsabai épületeket bemutató Egyszer volt, sosem volt című kiállítását is elérhetővé teszi az érdeklődőknek. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak otthon és tartsanak velünk. Viszontlátásra!